Holnap-holnap utára kiavítom. Osztályfőnöki óra a Lukács Technikumban a diákok az első fél évet értékelték, az intézmény igazgatója viszont az egész elmúlt évet elemezte. Szentpéteri Marianna úgy fogalmazott, izgalmas évük volt, sok szép eredménnyel. Március hónapban a Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési díját vehette át az iskolánk immár második alkalommal motiváció kategóriában. A KIC mérnöktábor élmény alapú 5.-6. osztályos diákok számára készített táborral, amivel a szakképzést népszerűsítjük. Utána a következő időszak a szakmai versenyekkel telt, és ennek eredményeképpen 5 szakmában 8 tanuló állhatott a dobogó csúcsára, és ezzel a Győri Szakképzési Centrum legeredményesebb iskolájává váltunk, de nem csak szakmai versenyekkel büszkélkedhetünk, hanem a országos közismereti szakiskolai tantárgyi verseny humán kategóriáját is megnyerte az egyik diákunk. A Mikola Sándor fizika versenyen 3. lett, az Rinyi Ilona versenyen 2. helyezést ért el, történelemből a honismereti vetélkedőn 1. helyezést ért el. Nagyon jó eredmények születtek a idegennyelvi versenyek területén. Szeptember óta 1500 diákja van a Lukácsnak, 60 osztály tanul az intézményben, nekik folyamatosan sok jó programot szerveznek, a diákok pedig abszolút nem hálátlanok, sőt, továbbra is szállítják az eredményeket. Októberben Ölbei Zsolt tanulónkért izgulhattunk, aki Dresdában képviselte Magyarországot a WorldSkill versenyen autószerelő szakmában, ahol kiválósági érmet kapott. Novemberben elkezdődtek a következő évi beiskolázási tevékenységek, a kétnapos nyitott kapuk rendezvényünkön közel 1000 diák és szülő vett részt. Részt vettünk a Mi a pálya rendezvényen, ahol a műszaki szakmákat népszerűsítettük. Ugyanekkor spanyolországi Cádizba utaztak a diákjaink az Erasmus program keretében, ahol egy multigrán program alapján a több generációs együttélés különböző hagyományait mutatták be az országban. Nagyon sikeresnek mondhatjuk ezt a hónapot, hiszen a Kisalföld Prestige díját nyerte el 3 kollégánk. A szakképzés népszerűsítésért vívott, vagy folytatott tevékenysége alapján Kovácsné Gyarmati Csilla, Krausz Miklós és Szebényi Zsolt kollégák a Prestige Díjasok társulatának tagjaivá váltak. 2023-ban 2 új szakmát indítanak a Lukácsban, és szeretnék bővíteni a duális partnerek számát is. Az év céljai közül többek között ezeket emelte ki az igazgató. Engedélyt kaptunk arra, mint pilot projekt, hogy a következő tanévtől, a 2023-24-es tanévtől az okleveles technikus képzést egy érettségi vizsgával rendelkező diákok számára is elindíthassuk 2 éves képzésben. Ehhez kapcsolódik a Győri Tudástranszfer Központ megalakulása is. A Audi Hungária ZRT, a Széchenyi István Egyetem és a Győri Szakképzési Centrum 2 iskolájával, közösen a Págész iskolával együtt szeretnénk a következő évben elindítani. Tudjuk azt, hogy ez is egy olyan fontos állomás, hogy a diákok egy projekt alapú, közös tematik alapján kidolgozva tanulnak, és a kreditpontjaikat pedig az egyetem elismeri. Az iskolában gőzerővel készülnek névadójuk születésének 200. évfordulójára is. Március elején versennyel, pályázattal és sok érdekes programmal állítanak emléket Lukács Sándornak.